Így gördültek be a veterán motorok szerelmesei Gerjenbe a hétvégén, és hogy is kerültek ők oda, Ring István a Paksi Cseresznyés pusztára hívott össze egy veterán jármű találkozót, de ezek a matuzsálemek nem csak a nézők szemét gyönyörködtették, hanem azt is megmutatták, hogy a korukat megszégyenítve még mindig képesek birtokba venni az utakat. Egyik állomásuk épp Gerjen volt. Társaság összetételről annyit, hogy mindenki a veterán járművek szerelmese. Nagy részben saját maguk által felújított járművekkel érkeztek ide. Ugye szoktuk mondani, hogy ezek a járművek a mi gyermekeink, hiszen minden egyes csavarjukhoz valami élmény fűződik. Ez már önmagában erotikus élmény, mikor egy csavar becsavarásra kerül, hogy na végre most már összeáll a jármű. Az ország minden részéről érkeztek, tehát a teljesség igénye nélkül Fótról, Kiskunfélegyházáról, Győrből, Pécsről, Makóról, Békésből. A közel 70 járgányt és a gazdáikat a gerjeni polgármester fogadta. A helyiek a motoroknak árnyékkal, a megfáradt vándoroknak zsíros kenyérrel és üdítővel enyhítették az út megpróbáltatásait. A felsorakoztatott járgányok mindegyike ritkaságnak számít. A tulajdonosok számára olyanok, mintha a saját gyerekeik volnának, hiszen minden egyes alkatrészt a saját két kezükkel tettek a megfelelő helyre. A motorosok célja az, hogy az eredeti fényükbe állítsák vissza a járműveket, de ilyenkor mindig felmerül a kérdés, mi számít eredetinek, ugyanis erről pontos dokumentumok nincsenek. A főszervező a Pannoniák szerelmese, ő ezekért dolgozott meg igen keményen. Én a Pannoniákba szerelmesedtem bele, abból is a TLF típusba, amelyiket 1958 és 1961 között készítették, úgyhogy nekem ez a sorozat van meg. Én sajnos ma azért nem tudok motorral közlekedni, mert mint szervező kutya kötelességem, hogy telefonon is elérhető legyek, illetve hogy folyamatosan mozgásba lehessek úgy, hogy a csapat engem tudjon nélkülözni, hogyha úgy adja a sors. Na most feleségem, lányom, nagy büszkeség nekem, hogy mindketten Pannoniát használnak. A lányom oldalkocsis motorkerékpárral jár, a feleségem utánfutóssal, ami ugye mindkettő önmagában is kuriózum, hiszen általában szóló motort ismernek leginkább az emberek. A lányok lelkesen szurkolnak nekem, amikor én javítok és szerelek. Ezen kívül lelkesen elkészítik az ebédet, sőt a kézmosóvizet is oda teszik, hogy ne kenjem össze az ajtókilincset, de hát az természetes dolog, hogy a szerelésbe ők nem ártják bele magukat. Navratil József fiatal korában aktív motoros volt, mondhatnánk úgy is, hogy feleségét is ennek a szenvedélynek köszönheti. Budapestről jöttünk, de attól függ, hogy melyik szerelemre gondol, a kettőnk közti, vagy pedig én és a motor közti szerelemre. Nyilván, hogy az utóbbira, a motor és köztem levő szerelemre. Hát mondjuk végül is a kettőnek egymáshoz majdnem, hogy közel van, mert mondjuk a megismerkedésünk is úgy kezdődött, hogy valamikor elmotoroztam hozzájuk, és onnan akkortól kezdődött a tulajdonképpen barátság, szerelem, házasság, gyerek, unoka, stb. Na de hát ez mondjuk már nem ma volt, hanem mit írunk most? 2007-et, hát akkor 41 néhány éve történt a dolog. Ha azonban valaki belekóstol ebbe a szenvedélybe, akkor attól nem szabadul, sőt, még akár krónikussá is válhat a régi motorok iránti gyűjtő szenvedély. 125-ös cseppel volt az első motorkerékpárom. Na mondom, akkor nekem kell egy 125-ös cseppel. Megvettem a 125-ös cseppelt, hát utána jött a többi, mert volt Pannoniám is. Aztán, ha már van ilyen Pannonia, legyen olyan Pannonia is, úgyhogy hát van egy néhány darab Pannoniám, cseppel, Danubia. És hát azóta így ilyen baráti társaságban, bár mondjuk a feleségem, ő már azt mondja, hogy nem ül motorra, hát mondjuk nem is 60 év fölötti való korba való a motorozás, de hát azért én is meg így azért a 100 kilométeres túrára még benevezek. Hölgytől szeretném megkérdezni, hogy feleségként mit kell eltűrnie egy asszonynak egy motorszerelmes mellett, így a 30-40 év után? Elég sok mindent el kell tűrni. De hát most már kezdem megszokni, úgyhogy már nem zavar nagyon. A férje nagyon sok időt tölt a motorral, nem volt ebből féltékenység, hogy bütykölni kell, szépítgetni kell? Nem, annyira azért nem. És fiatal korában ön is fölült meg, és büszkén mentek együtt? Igen. Együtt jártunk dolgozni. Hát az volt a közlekedési eszközünk. Igen, az volt a közlekedési eszközünk. Ezek a járgányok azonban még a riporter szívét is meghódítják. Amikor megláttam a kispiros BMW Izettát, rájöttem, hogy a motorsport nem csak a férfiaké. Olyan kicsi volt és olyan gömbölyű, ha az ember ránéz, egyből beleszeret. A látványt nem lehet megállni mosoly nélkül. Ez egy BMW Izetta, ami jelen pillanatban 50 éves, 57-es gyártmányú. Nálam most másfél éve van üzembe helyezve. 22 év alkudozás után tudtam megszerezni, egy év teljes munka
volt vele, amikor ilyen lett belőle. Azt megértem, hogy miért szereted bele, mert gyönyörű és nagyon-nagyon aranyos. Miért kellett 22 évig alkudozni az előző tulajdonossal? Mi volt az oka? Miért nem akarta annyira odaadni? Hát igen, az előző tulajdonos is mindig biztatta saját magát, hogy majd megcsinálom, és 22 év alatt nem jutott odáig, hogy elkezdje megcsinálni. Aztán egyszer csak sikerült elcserélni a kis aranyost, és ezután kezdődhetett a megfeszített munka. Mivel nyugdíjas vagyok, úgy az egész év majdnem ráment, úgy naponta 6-7 óra, 8 óra, közben kitalálni, hogy milyen legyen, mit, hova kell tenni, és hát ezzel tellett az egy év tulajdonképpen. Hála Isten, úgy alkatrészt nem kellett beszerezni hozzá, mondjuk egy komplett motort azért kellett, de úgy zömmel megvolt minden neki. Ennyire büszke rá? Nagyon. Megmondom őszintén, hogy én a te járgányoddal bajban voltam, autó vagy motor? Hát ezt mindenkinek magának kell eldönteni. Se nem autó, se nem motor, ez Velorex. Én csak így mondom, mert úgy kell vezetni, mint egy autó, de motorbicikli motor van benne. Mit kell tudni ezen kívül még róla? Mennyire ritka, hány éves, hogyan találtál rá? Minden érdekel vele kapcsolatban. Hát nem ez az egyetlen darab, ami van nekem, de ezt hirdetés útján vettem. Ez még eredeti darab, majd ezután lesz felújítva, mert azért már egy kicsit csúnyácska. 70-es évjáratú, ez a vége felől való, mert 72-ig gyártották, 350-es Java motor van benne. Azt meg lehet érteni, hogy valakinek a szenvedélyévé válnak az öreg motorok, ha egykoron maga is ült ezeken a járgányokon, de hogy lesz fanatikus valaki, aki a fiatalabb generációba tartozik? Ezt már nagyon nehéz, nem tudom megmondani, ez 94-ben indult, akkor vettem az elsőt, ugyebár hát van otthon egy tucattal körülbelül, van felújított is, nem tudom, megfogott, szerintem mindenkit megfog hirtelen. Ahogy ránéz, formabontó, én leragadtam nála. Nagyon pici ez az autó, mennyire kényelmes számodra. Engem ez is érdekel, mert hogy aktívan jöttél vele, most is Paksról eljöttetek Gerjenig, voltatok nagy dologban, tehát hogy hosszú távon mit bír? Nem a legkényelmesebb, azért ki lehet bírni benne. Hát én Prágáig szoktam elmenni vele egy húzamba, tehát 5-600 kilométert is ki lehet bírni. Lódi Károlytól megtudtuk azt is, hogy ez a kis aranyos még nem igazán hagyta ott őt sehol, és kedvencükkel kapcsolatban ebben a kérdésben a többiek is hasonlóan nyilatkoztak. Azt mondták, ezek a járművek így hálálják meg azt a sok törődést, amit gazdájuktól kapnak.